A baloldal szerint valahogy így nézhet ki a legújabb kormányrendelet. De mi az igazság? Vajon tényleg veszély fenyegeti a magyarországi erdőket? Azt kell mondjam, hogy az. Utóbbi hetek pár száz fős tüntetéseihez képest egész sokan tüntettek a baloldal által erdőírtásnak nevezett vészhelyzeti kormányrendelet miatt. Nem vagyok egy erdészmérnök, de annyit tudok, hogy az erdőírtás és a torvágás, amiről a kormányrendelt is szól, az két külön dolog. Még a Wikipédia szerint is sokan keverik ezt a két fogalmat. A Wikipédia arról sajnos nem ír, hogy ezt véletlenül vagy hangulatkeltés miatt szokták összekeverni, de a kontextusból az általában kiszokott derülni. Magyarország kormányában az a miniszter felel a természet védelméért, aki szerint ez az erdőírtó rendelet rendben van. Tarvágás az, amikor kivágnak egy fát, de a gyökere az megmarad, ez pedig védi a talajt az eróziótól, attól, hogy a víz szétmossa. Erdőírtás ennek az ellentéte. Az, amikor gyökerestől tépik ki a fát. Mint a fanyűvő a, a népmesében. Viszont Magyarországon ilyen évtizedek óta nincs, és hát gyanítom, hogy nem is lesz. Van itt más is. A tüntetők és koordinátoraik, valamiért, nem is tudom, hogy miért, agyon hallgatják azt az aprócska, de annál fontosabb tényt, hogy ez a rendelet csak vészhelyzet esetén lép érvénybe. Ehhez képest a baloldal már kopár sivatagokat vízionál Magyarország helyén, a közepén egy stadion formájú Orbán Viktor szoborral. Ők ugyanis nem megvédeni akarják a természeti kincseinket és értékeinket, hanem felélni, Arról sem beszélnek, hogy Trianon után az erdők 84%-a is a mai határokon kívülre került, így ki lehet számolni, hogy mennyi maradt a határokon belül. Ennek önmagában nem lenne jelentősége, csak akkor, ha összevetjük a portfólió azon cikkével, ami azt ecseteli, hogy még az EU-s átlag 41% addig Magyarországot csak 25%-ban borítják erdők. 25% van most, 2022-ben. És mennyiről is indultunk a Trianoni béke után? 10-12%-ról? Gyanítom, hogy Romániának nincsenek ilyen problémái. Mondjuk nekem azért lennének elképzeléseim az erdőterületek növeléséről, de, de inkább bele sem megyek, hagyjuk is ezt. És van még egy dolog, amiről gyanúsan hallgat a baloldal arról, hogy milyen mértékben növekedett Magyarországon az erdőterület az elmúlt évtizedben, és arról, vagy évtizedekben, és arról, hogy milyen mértékben csökkent a tűzifára való igény. Hogy pontosan fogalmazzak, évente 13 millió köbméter fa terem, de ennek csak a felét használjuk el. Magyarul túltermelés van. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor most mindent ki kell vágni, de az sem jelenti, hogy Magyarország kopár sivataggá változna, mert kivágjuk a töbletet. Erről a három dologról hallgat a baloldal. Arról, hogy a tarvágás nem erdőírtást jelent, arról, hogy mennyi a termés kontra felhasználás aránya, és persze arról, hogy hova emigráltak az erdők. És most megfelelő háttérinformációk birtokában elkezdhetünk politizálni egy kicsit. Amikor valaki erdészt lát, automatikusan a favágást jut eszébe, vagy a favágó jut eszébe, pedig az erdőgazdaság ettől sokkal összetettebb dolog. Magyarország az elmúlt 12 évben azon dolgozott, hogy gyarapítsa az erdőket. Ennek ékes bizonyítéka az erdőterület és a faállomány növekedése. Persze az is lehet, hogy a baloldalnak van igaz, és a kormány felélte a jövőnket, leépítette az erdőket, stb. stb. Bár akkor mondjuk elég szarul csinálhatták, mert valahogy több lett, mint volt, nem mindegy. De vizsgáljuk ezt meg egy kicsit közelebbről. Azt tegyük hozzá még gyorsan, hogy ez egy vészhelyzeti forgatókönyv, és ez válasz az energiaválságra. Energiaválság pedig az, amikor veszélyben van az ellátás. Emlékeztek arra, hogy mit mondott május végén a bajban -e segítségért könyörgő keleti szomszédunk? Ukrajnának van egy erős ütőkártyája, ez pedig a barátság kőolajvezeték. Nem hiszem, hogy május végén olyan alkupozícióban lettek volna, hogy fenyegetőzzenek, de ők ezt máshogy látták. Majd mit ad Isten, hopp, egyszer csak elzárták a barátságvezetéket egy eddig soha fel nem merülő Pénzügyi probléma miatt. És hogy ezt miért pont Orbán-Viktor Szípek konferencián való részvétele után lépték meg az ukránok, az továbbra is kérdés. Bizonyára a véletlen műve, és nyilván köze nincs ahhoz, hogy például Joe Biden fia egy ukrán gázcég vezetőségének a tagja. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az ukránok blokkolták az Oroszországból beérkező tranzitdíjat, majd bejelentették, hogy az oroszok nem fizettek, ezért elzárják a Magyarország felé tartó vezetéket. Amikor is pedig a MOL vállalta, hogy ők gyorsan kifizetik, az ukránok kusban ülve lapítottak, mivel ez nem volt bekalkulálva ha tényleg csak a pénz volt a gond, akkor miért nem akarták elfogadni a MOL ajánlatát, ha tényleg csak a pénz volt a gond? Szóval ezt is jelenti az energiaválság, azt is, hogy a keleti szomszédaink kedvesen elzárják az olajvezetéket, ezzel veszélyeztetve a magyar gazdaságot erre pedig kell egy vészhelyzeti forgatókönyv. És erre a vészhelyzeti forgatókönyvre építette fel a narratíváját az LMP, aki szerint ezzel a sivataggá változtatjuk Magyarországot. És most beszéljünk egy kicsit a hazai sötét-zöld politikusokról. Kezdjük például Karácsony Gergelyel, aki szerint... De hát, hogy ez, ez egy, ez, öngyilkos akció, tehát e, e, nyilvánvaló, hogy ez a jogszabály vagy vissza kell vonni, vagy pedig mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezt ne alkalmazzák. Tehát, mindent el kell követni, hogy ezt ne alkalmazzák. Finoman kérdezem, ebben a mindenben a szankciók enyhítése is beletartozik, vajon? Mert jelenleg a szankciók miatt van energiaválság, de tudjuk jól, városunk legsötét zöldebb, vagy helyesebben inkább legsötétebb, legzöldebb főpolgia ezt máshogy látja. Uh, igen, a magyar kormány az uh, a rossz oldalon áll ebben a konfliktusban, és, uh, uh, és a szankciókat uh, csak nagyon nehezen sikerült keresztül vinni, de azért örülök annak, hogy létrejött a szankciós uh, csomag, és uh, Magyarország végül sem tud ezt megakadályozni. Az LMP 2017-ben például azt mondta az akkori szankciókkal kapcsolatban, hogy nemzeti tragédia és az EU gyengeségének a jele lenne azok feloldása. Mert amúgy az EU most kurvára erős, mert mindegy, nem, nem is bele sem megyek ebbe se. Én mindössze egy olyan egyszerű kérdést tennék fel az lmp nek hogy mégis hol a francban voltak, amikor bevezették a szankciókat. Akkor milyen fűtési javaslat találtak elő? Mit csináljanak azok, akik télen például nem is tudom, mondjuk fáznak? Bújjanak talán össze. Ez eddig oké, okay, mert legyen így. De mi legyen az iparral, ha például Zelenszky elnök egy jajveszékelés és egy Vogue magazin címlapfotózás között megint elzárja a vezetéket? Akkor mi a tökömet fogunk csinálni? Nemrég alkalmam volt beszélgetni Kanász Nagy Mátéval, az LMP társelnökével az ATV-ben, ahol azt mondta, hogy ők sohasem támogattak olyan szankciókat, amelyek károsak a magyar gazdaságra. Arra a kérdésemre, hogy Miért nem léptek fel az orosz gáz mellett, csak azt mondta, hogy. Semmiféle, tehát zöld pártként semmilyen gáz használat és környezetkárosító tevékenység mellett nem fogok felszólalni. Ungár Péter minden esetre a paksi fejlesztést is leállítaná, mivel már az atom sem elég jó neki. De ha nem jó a gáz, nem jó az atom, nem jó a tűzifa, akkor mi a megoldás? Kanász -nagy Máté, az LNP társának elmondta, az EU-s támogatásokat szigetelésre kellett volna fordítani, de ezt miért nem csekatkáikkal beszéli meg, akik folyamatosan az EU-s pénzek elzárásáért lobbiznak? Ide bejönnek hétfőn, kedden, minden héten elmondják, hogy miért nem jelennek már meg Magyarországon a magyar eu pénzek, majd felszállnak a repülőre, kimennek Brüsszelbe, és elmondják, hogy nehogy Magyarországnak egy fillért is utaljon az Európai Unió, mert Magyarország nem jogállam, nem diktatúra, mindenhol korrupció van, majd megint visszaszállnak a repülőre, megint hétfőket, megint bejönnek a parlamentbe, hát miért nem jönnek azok az EU-s pénzek, rakodikönyöket ulatnak? Az a baj, hogy utólag mindenki nagyon okos, de a most, az most van. A mi lett volna, ha meg már elmúlt. Miért van tele a baloldal olyan politikusokkal, akik csak ahhoz értenek, hogy mit kellett volna tenni évekkel ezelőtt? Nem tudom. Sokkal barátságosabb lett volna azzal kampányolni, hogy legyenek mondjuk olyan EU-s pénzek, amelyeket csak szigetelésre lehet fordítani, és azért lobbiztak volna a pénzek teljes mértékű elzárása helyett, de ez már egy másik történet. Viszont én némi ellentmondást vélek felfedezni a baloldalon egyszer arról beszélnek, hogy szigetelni kellett volna, másszor arról, hogy érezni kell az energiárak növekedését, most meg meg kell védeni a lakosságot a válságtól, az inflációtól, és a kormány ezt rosszul, rosszul védi meg őket, másszor meg hát igazából pont ennek az ellenkezőjét állítják. Például behozza azt a problémát, hogy ellenérdekelté teszi a lakosságot, hogy az energia hatékonyság, az energia gazdálkodás tekintetében például olyan intézkedéseket tegyen, vagy olyan módon próbálja meg szigetelni, vagy bármilyen más módon az energia hatékonyságot növelni az otthonában, ami például lehet tenni azt, hogy kevesebb foszilis energiát, kevesebb fosszilis energia hordozót kelljen eltüzelni, elhasználni egy téli fűtési szezon alatt. Először is lefordítom Marci szavait magyarra. Az olcsó energia pazarlásra, még a magas energiaár alacsonyabb fogyasztásra, de legalább hőszigetelésre ösztönzi a lakosságot. Ezzel az állítással pont az a baj, mint a kommunizmussal. Papíron jól néz ki, de a valóságban nem működésképtelen. Mondjuk igazából a kommunizmus még papíron sem néz ki jól, mindegy, hagyjuk is. Lényeg a lényeg, hogy a magas energiaár nem csak abból áll, hogy drága a benzin vagy a fűtés, ez azt is jelenti, hogy minden megdrágul. Már csak azért is, mert mindent szállítani kell. Ha a Nike cipő szállítási költsége felmegy, akkor megsúgom, hogy a Nike cipő ára 80-ról 90 vagy akár 100 ezer forintra is emelkedhet. Azt meg már csak ugye kevesen bírnák megfizetni. Ha az energia drágul, drágul az előállítás. Ha az előállítás drágul, akkor a termék is. Gyermetek gondolat csupán azt feltételezni, hogy a megemelkedett energiár az valami csodatévő zöld program részét tudja képezni. A másik oldalon persze ott van a pazarlás, ami szintén egy borzasztóan káros dolog, ezért kellene a kettő között megtalálni az egyensúlyt. Azt viszont nem most fogjuk, mivel már így is túl sokat foglalkoztunk mindenféle témával, majd legközelebb ezt is kifejtjük. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, mindenképpen nyomj egy lájkot like és iratkozz fel. De tényleg iratkozz fel, ott van lent ez a nagy piros gomb, nyomjad meg. Na, és már tényleg közel járunk a 30 ezerhez, ami egy komoly mérföldkőnek számít. Ha pedig már úgyis itt vagy, akkor kommentben írd meg, hogy szerinted mivel fűtsön otthon az LMP? Gáz, atom és fa nem játszik. Végül pedig csatlakozz hozzánk Discordon is. Elég, hát, hogy is mondjam, sokszínű a csapat. Link a leírásban. Tehát, like, komment, feliratkozás, csengőbe, szuper köszönet pedig ki. Na, szevaszok!